Viszont biztos, hogy egy helyen dolgoztok, mert nagyon hasonlóak itt a kilogrammok. Ez lehet egyébként pont az, mi szoktuk mondani, hogy az életmódnak is köszönhető sok esetben valami. Mármint, hogy a munkának magának. És ezért jó, hogy most kiegészítjük majd egy sporttal, mivel hogy ti ülő munkát végeztek, nem mozogtok annyit, nem kell annyit mozognomtok, azért ennek köszönhető, hogy szinte hasonló, meg nagyon jó barátok is vagytok biztos, és akkor ilyen egymásra hatóan kihoztatok valami azonosat. Hát igen, hogy egyszerűen csak együtt bunyadt. Igen. Úgyhogy az szinte, de ettől függetlenül, amit nem szeretek, hogy most nem tudom a nehéz csontozatomra fogni a rossz adatokat, mert hogy ugye ez a gép, ja, ez, zsírt, ez a gép többet lát. Igen. A dolgokat. Oké, rendben. A testzsírod az 34,3-as, ha sikerült. Igen, ami hasonló a mössziőjéhez, ha jól emlékszem. Igen, itt ugye nagyjából ugyanaz lesz a realitása, hogy hova szeretnénk levinni. Ez ugyanaz lesz. Mondjuk egy 10-15. Háromra gondoltam. Három? De ha persze. Oké, okay. Na igen, hogy egyszer és utoljára. Ne lehessen rám rakni a csipeszt, ez a lényeg. Rendben, az izom százalékod az 30,6-os. Ez van vett több? Na, ez van vett több is. Azért csak valami rakódott az évek alatt, nem csak a... Igen. Jó lesz ez. Oké, rendben. A belső szervét, tehát a has tájéki zsír, az pedig 20-as. Uh-huh. Viszont itt is 20-os. Igen, nagyjából azért jellemző, hogy mondjuk még a nők kintre, és látjuk, hogy így combfenék környékére híznak, addig mi férfiak, ugye főleg belső szerv és más egyéb, de vagyunk hajlamosak, hogy zsírosodjunk. Persze az egyéni adottságok is, meg de nagyon. Meg a jó sördiétem is azért hozzátett. Jó sikerült. Azaz. Nos. Mik a kilátásaim egyébként körülbelül így távban, így időben, hogy mennyit? Itt megint nehéz helyzetben és vagyunk, mert egyéni adottságok lesznek. Valószínűleg az első 3 hónap után fogunk tudni levonni majd olyan hosszabb távú következtetést. Mert lehet, hogyha ugyanazt csinálnátok, teljesen más eredményünk lenne. Nekem a súlyban mi lehet az ideális? 80-85. Ez a magasság. Viszont az egy nagyon komoly fizikum lehet, hogyha itt arról beszélünk, hogy testzsír százalék lent van és az izom százalék fent, akkor ez itt tényleg jó fizikum lesz. Hát viszont elválasz még legalább 25 kg a minimum, de... Igen. Aztán persze, mielőtt elkezdünk edzeni, beszélgetni fogunk azokról is, hogy kinek milyen sérülése és milyen hátráltató tényezői vannak, mert ugye nem lehet csak úgy belemenni ebbe az egészbe. Felmértük most ezt, aztán megyünk tovább és megbeszéljük, mert hogyha jól tudom, akkor neked van is lábadon valami sérülés, amivel számolnunk kell. Éppen ezért is lesz egy kicsit másabb nálad ez az egész történet.